Szombaton elindultak az adventi rendezvények a Váci főtére. Egészen 18-áig, vasárnapig tartanak a programok, karácsony követően már a szilveszterre készülnek a szervezők. Hosszú szünet után ismét lesz Vácon veszélyes hulladékgyűjtés. Érdemes ellátogatni a város honlapjára, mert itt is vannak kategóriák és mennyiségi korlátok is, közölte az alpolgármester. Kiosztották az idei hattyúdíjakat. A péntek esti ünnepség keretében Macz Krisztina, civil aktivista, és Ősi János regényíró vehette át a tortával járó elismerést. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió hétfesti 8 órás híradóját látják. Jó estét kívánok! Szombaton elindultak az adventi rendezvények a Váci főtéren. Az önkormányzat támogatásával a MIMK egészen szilveszterig szervez hétvégente programokat a március 15-e tére, a Pannoniába, a Kúria épületébe és az Elefántos házba. Az első alkalomra érkezőket Matkovics Ilona polgármester köszöntötte, aki arról beszélt, hogy az önkormányzat az ingyenes programokkal szeretne enyhíteni azon a nyomáson, amely a családokat éri a gazdasági válság miatt. Szombatra a város díszterén kinyitottak a vásárosok standjai, és a Madách Imre Művelődési Központ szervezésében megkezdődtek az adventi programok is. A főtér egy része játszótérré vált, és Mézes Kalácsház épült a harangjáték pavilonjára. Az Adventus Domini névre keresztelt programsorozatban lesz adventi kisvonatozás, de számos egyéb előadást, koncertet és kézműves foglalkozást is ígérnek a szervezők a március 15-e térre és a főtéri önkormányzati rendezvényépületekbe. És annyit szeretnék elmondani, hogy nagy szeretettel készültünk erre az egy hónapra, hiszen tudjuk azt, hogy nagyon sokan, sokunknak nehéz hónapok vannak mögöttünk és előttünk is, és azt szerettük volna igazából, hogy egy kis fényt, egy kis örömet hozzunk mindenkinek az életébe, és vállaltan az volt az elképzelésünk, hogy itt ez a főtér, ez mint egy gyermekjátszótér, egy szabadtéri gyermekjátszótérként is üzemel. Én ma délután kim voltam, és úgy látom, hogy ez elég jól sikerült, mert azt hiszem, hogy több volt a gyermek, mint a játszóeszköz, úgyhogy azt hiszem, hogy lesz dolgunk még itt, hogy beszerezzünk olyasmiket, amikkel a gyerekeket le tudjuk kötni. 26-án szombaton a Vász Civitas Kamara zenekar koncertjével indult el hivatalosan is az adventi rendezvénysorozat, vasárnap pedig már Detre János evangélikus lelkész gyújtotta meg a koszorú első gyertyáját. Az adventi rendezvények egészen 18-áig, vasárnapig tartanak, karácsony követően pedig már a szilveszterre készülnek a szervezők újabb programokkal. A hagyományok szerint a Jobbik Váci szervezete vasárnap megtartotta a szokásos adventi keresztállítását a Szent István tér előtt. A vasárnap esti eseményen Fehér Zsolt önkormányzati képviselő tartott rövid beszédet, majd a fakereszt alapzatánál a jelenlévők meggyújtották advent első gyertyáját. 2006 óta tartják keresztállító akciójukat Vácon a Jobbik tagjai, azzal a céllal, hogy a keresztény értékekre és a karácsony lényegére hívják fel a figyelmet. Hétvégén vasárnap a 16 éve megszokott helyszínen, pontosabban az időközben megújult Szent István tér előtt állították fel a fakeresztet, ahol Fejér Zsolt helyi elnök tartott rövid beszédet advent értékeiről. De a szeretet, az összetartozás és a béke, hát ez hiátusban szenved nagyon sok esetben. Sokat beszélünk róla, tudjuk, hogy mit jelent, de a való életben, a lelkiségében nem tapasztaljuk meg. Mert sajnos az emberek egymással folyamatosan gyűlölködnek. És ott van a harmadik, vagy ilyen értelemben negyedik kifejezés, a béke, ami nem csak lelki tekintetben, hanem fizikai értelemben sincs meg. Ugye a szomszédban háború dúl, nem tudjuk, hogy meddig fog ez tartani, és mi lesz a békifejlete, de imádkozzunk és szurkoljunk azért, hogy minél hamarabb megszűnjön ez az állapot, hiszen látjuk azt, hogy hazánkra is, és egész Európára, egész világra nagyon nagy hatással van. A Jobbik rendezvényén versek hangzottak el, majd a megjelentek egy-egy gyertyát gyújtottak a kettős kereszt alapzatánál. Veszélyes hulladékgyűjtés szervezett az önkormányzat december 3-ára szombatra, jelentette be mai sajtótájékoztatóján Kizsolt Váci alpolgármester. A város honlapján hamarosan elérhető lesz az a lista, amin fel van tüntetve, mit tartozik ebbe a kategóriába, ugyanis ezek között szerepel olyan elektronikai termék is, amit egyébként nem vesznek át a múlt hét óta új frakcióval bővített Váci hulladékudvarban.
Nagy igény mutatkozott erre, a lakosok nagy számban jelezték ezt a problémát részünkre, ezért pályázatot írtunk ki, melynek végre megvan a nyertese, és ezt követően december 3-án, azaz szombaton 8 óra és 12 óra között adhatják le a Váci idéglenes és állandó lakcímkártyával rendelkező lakosok az olyan hulladékaikat, amely veszélyes kategóriába sorolható. A Dunaparti sétány alatti tampájánál létesül fél napra az a külső átvevő hely, ahova a szombat reggeltől el lehet vinni a veszélyes kategóriába tartozó házi hulladékot, jelentette be Kis Zsolt alpolgármester. Ezek közé például vegyszerek, különböző festékek tartoznak, de veszélyes hulladéknak számít az autóabroncs, illetve olyan elektronikai eszköz is, amiket nem lehet leadni a hétfőtől az elektronikai termékeket is átvevő Váci hulladékudvarban. A listát hamarosan el lehet érni a vac.hu-n, amin a mennyiségi korlátok is fel lesznek tüntetve, emelte ki az alpolgármester. Két-két újabb játék került a Kisváci Baba utca és a Földvári téri Kölcsei utca bölcsödék udvarára. Az uniós elvárásoknak is megfelelő játékok annak a 20 milliós csomagnak a részeként kerültek megvásárlásra, amit az önkormányzat hasonló eszköz beszerzése szánt idén. Úgy gondolom, hogy a fölösleges botránykeltés helyett mi dolgozunk, és mi ebben hiszünk, tehát nem a botránypolitizálásban, hanem a fejlesztésekben, és engedjék meg, hogy akkor a vezetőasszonynak jelképesen nagy tisztelettel és szeretettel átadjuk a új játékokat. Két játszó eszközt, egy rugós autót és egy medve formájú hintát kaptak a Baba utcai bölcsisek. A nyár végén egy nagyobb fejlesztés is megvalósult az intézményben, amikor az épület teljes vizes blokkját újították fel szülői segítséggel, amihez akkor az önkormányzat 7 millió forintot biztosított, emlékeztetett a körzet képviselője. Jelképes átadás zajlott a Földvári téri bölcsődében is, ahová szintén jutott az eszközbeszerzési pakból. Tavaly az önkormányzat a szobai játékokat, játékkészletünket bővítette, idén pedig sor került arra, hogy az udvari játékokat is sikerült bővíteni. Két rugós hintát kaptunk ajándékba. A választókerület képviselője Fehér Zsolt szerint van bőven tennivaló ebben az intézményben is, hiszen Vász leglakottabb városrészének két választó körzetéből is ide járnak a gyerekek. A három évvel ezelőtt megválasztott Váci önkormányzat nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az előző ciklusokban elmaradt eszközfejlesztési, illetőleg karbantartási munkálatok folytatódjanak. Ennek keretében megszüntettük a korábban nagyon komoly problémákat okozó tetőbeázásokat, és új játszóeszközök beszerzésére is sor került. Szombat délelőtt a Váci strand és úszóda 25 méteres medencéjénél rendezték meg az idei Mikulás úszóversenyt. Három helyi egyesület sportolói, a Váci vízműese, a Váci Sport Kft., valamint a Váci Ifjúsági Sportegyesület jelentkezői mérhették össze tudásukat a különböző úszásnemekben. Az önkormányzati Sport Kft. Már több éve szervezi meg a játékos megmérettetést, amire idén 160 gyermek jelentkezett. Először úsznak majd a bemutató úszáson résztvevő kislányok és kisfiúk. Itt olyan gyerekeket láthatunk, akik még nincsenek azon a szinten, hogy versenyezzenek, viszont szeretnék bemutatni, hogy az elmúlt időben hova jutottak az úszás tanulás terén. Nem csak a kezdők, hanem a haladók egészen 16 éves korig eljöttek november 26-án a Váci úszodába, hogy részt vegyenek a mára-már hagyománnyá vált Mikulás úszáson. A szombati napon 160 gyermek húzott úszósapkát, hogy a különböző kategóriákban összemérhessék erőnlétüket. A legkisebbeket a szülők is elkísérték, őket Matkovics Ilona polgármester köszöntötte, aki beszámolt a TAO segítséggel megvalósuló 140 millió forintos fejlesztésről, aminek köszönhetően az utóbbi hetekben teljesen megújult az úszoda sétány felőli homlokzata. Itt kaphattak a megjelentek még tájékoztatást a gyermekmedence teljes felújításáról és a termálkút létesítésének terveiről. A városvezető azt is megerősítette, hogy jövőre is nagy összegeket fordítanak a Váci strand és úszoda rekonstrukciójára. Az úszóversenyen természetesen jelen volt a Mikulás, akitől egy-egy csomagot is átvehettek a szombati eseményre jelentkező gyerekek.
Idén is kiosztották a hattyúdíjakat. A Váci Értelmiségi Klub az ezredforduló óta ítéli oda olyan személynek vagy közösségnek az elismerést, akik valamilyen módon munkájukkal hozzájárultak a város fejlődéséhez, nyomot hagytak a település történetén. Péntek esti ünnepség keretében Mac Kriszta, civil aktivista és Ősi János regényíró vehette át a tortával járó elismerést. Ősi János magyar történelem szakos tanára, 20. századi irodalomból szerzett doktorit. 90-es évektől publikált verseket, később kötete is megjelent. 2014 és 16 között írta meg Árpád-kori trilógiáját, a Lovak király keresztjét, a Kard és kódexet és a Lovak király örökségét. Napjainkig három modernkori regénye jelent meg, az Aranyménes, a Hágó és legutóbb a Trianon Noir. Munkáival nem csak a történelmet tette izgalmassá és befogadhatóvá a fiatalok részére, hanem a ma is érvényes emberi, erkölcsi kérdéseket minden korosztály számára hangzott el a méltatás során. A koronavírus járvány alatt Mac Krisztina vezetésével a Váciak a Váciakért jelmondattal alakult meg a Jószomszéd hálózat. A csoport a Facebookon szerveződve kutatta fel a rászorulókat, jelenleg 2300 taggal rendelkezik. A Jószomszéd hálózat nyújtott már segítséget iskolakezdésben, vagy akár élelmiszergyűjt és juttat el a rászorulóknak. Nyáron az Ukrajnából menekült családok számára vitt a mindennapi élethez szükséges eszközöket. A Váci Értelmiségi Klub mindkét díjazottnak egy oklevéllel és egy hattyús tortával ismerte el a város közösségért végzett kiemelkedő munkáját. Pénteken tartották meg prezentációjukat a Váci önkormányzat dísztermében a Szent István Egyetem hallgatói. Mint ismert évtizedes hagyomány, hogy a kampusz tájépítész, illetve tájvédelmi hallgatói ősszel egy hetet töltenek el Vácon, ahol a kritikusabb vagy elhasznált zöld területek felfrissítésére vagy új funkcióikra keresnek alternatívákat. Idén is több tímben tömörülve dolgoztak az egyetemisták, most a kettes út menti zöldsáv, a rózsakert és a sétány védett gesztenye sora volt a munkaterület. Előzetesen én már láttam, hogy mi mindent csináltatok, nagyon örülök, hogy megbarátkoztatok ezzel a témával, és bízom benne, hogy az, amit készítettetek a városnak, az épülésére fog szolgálni. Ez lenne ugyanis a célja az évtizedek óta zajló gyakorló város programnak, aminek keretében egyetemisták érkeznek rendszeresen Vácra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy elhanyagolt vagy éppen még fel nem fedezett zöld terület új funkciójára. Most 21 tájépítész hallgató töltött el egy hetet a városban, hogy a kettes út menti zöldsávra és a rózsakertre alternatívákat dolgozzanak ki, illetve tájvédelmi szempontból vizsgálják meg a sétány védett gesztenye sorát. Az egyetemisták munkáját a város kulturális ügyekkel megbízott alpolgármestere köszönte meg. A fáradozásunk jutalma nem az, amit kapunk érte, hanem amivé leszünk általa. Ez egy csodás gondolat, hiszen ez egy projekt volt számotokra, nem mérhető a haszna nyilván a zsebetekben ennek a történetnek, viszont hogy kaptatok egy területet, ahol fejlesztési koncepciót, ötleteket kellett hozni, azt gondolom, hogy a szakmába való épülésetekhez ez nagyon jelentősen hozzájárul, és segíti a pályátokat és utatokat. Hát azt kívánom, hogy kreatív területet mindig fogunk tudni a városban biztosítani, hogy dolgozzunk majd együtt tovább, és sikeresen valósítsunk meg részben, egészben olyan projekteket, illetve azokat a projekteket, amiket most ti fogtok bemutatni. A prezentációkat Vác Gazdasági Bizottsága is megvizsgálja majd, hangzott el a bemutatón, és remélhetőleg fel is használja az ötleteket a következő években tervezett fejlesztések során. Mindkét harmadosztályú váci felnőtt kézilabda együttes hazai környezetben lépett pályára ezen a hétvégén. A nők fontos rangadót veszítettek el a 60-iak ellen, a férfiak viszont elkönyvelhették harmadik sikerüket. A Praktiker Vác utánpótlás hölgykosszorúja az egyik legnagyobb rivális elleni hazai győzelemmel megőrizhette volna a listavezető helyét a tabellán. A mérkőzés érdekessége volt, hogy a Mieink kispadján ezúttal idősebb Német András, szakmai igazgató és Herbert Gábor a klub élvonalbeli csapatának vezetőedzője is helyet foglalt. Bár a váciak szerezték a mérkőzés első gólját, a folytatásban már egyszer sem vezettek.
A szünetbeli két gólos hátránya a második játékrész elején megduplázódott, aztán nagy erőfeszítéseket tettek a mélyeink a fordítás érdekében, ám sorozatban hagyták ki a helyzeteket. Ráadásul a vendégek kapusa Antoni Viktória remekelt és közel 50%-os védési hatékonysággal teljesítette a találkozót. A játékidő háromnegyedénél 17-17-nél még sikerült a Praktiker Vác U22-nek kiegyenlíteni, de a hajrá ismét az ellenfelé volt. Így a vége 22-19-es vendégsiker lett. A váciak legeredményesebb gólszerzője az öt találatig jutó Kuruc Aida volt. Férfi csapatunk az eddigi fordulókra többnyire jellemző meccs alakulással teljesen ellentétes 60 perc után zsebelte be mindkét pontját a váci sportcsarnokban. Váci FK, a Pleer Budapest U23 35-32. Gyenge kezdés mellett az első négy gólt a vendégek dobták, majd a záró percekig csak futottak az eredmény után a hazai legénység tagjai. Két gólos hátrányt követően először az 55. percben vezetett az VFK, és végül a záró 7 perc 6-1-es rohamának köszönhetően szerezte meg idei harmadik bajnoki győzelmét. A legeredményesebb hazai góldobó ezúttal is Nyári Bálint volt, aki 10 alkalommal zörgette meg a vendégek hálóját. Az eddig 9 mérkőzésen 8 pontot gyűjtő Vász legközelebb december 3-án szombaton Balassagyarmaton lép pályára. Ködös párás lesz a kedreggel a Dunakanyarban, fagy körüli hőmérsékletre készülhetünk, a borús égből nem kell csapadékra számítani a hét második napján. Szerda hajnalra lejjebb esnek az értékek, az időkép szerint fagyni fog, de a szerda napközben érkező melegfront sem tornázza majd fel a hőmérő igányszelet plusz 6 fok Celsius fölé. Kedves nézőink, Önök az ES Televízió hétfesti híradóját látták. Híranyagainkat megtalálják honlapunkon az estv.hu oldalon, ahol online is láthatóak vagyunk, de követhettek minket a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on is. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!